Kiváló hangulat és remek csapatszellem jellemezte a Budapesten megrendezett NATO futást. A vérmezőn kora délelőtt összegyűlt több ezer készülődő között szép számmal voltak magyar és külföldi katonák, honvédelmi dolgozók, valamint civilek is. A sportesemény rajtját dr. Simicskó István honvédelmi miniszter indította el, aki miután útjára bocsátotta a táv résztvevőit, maga is csatlakozott a mezőnyhöz. A célállomás a Budai Várban található Kapisztrán tér volt. Az idén is több kategóriában megrendezett sportrendezvényre több mint 4500-an neveztek, köztük 12 NATO tagország katonái. A Magyar Honvédség alakulataitól több mint 300-an érkeztek. Mindenki győztes, mert legyőzte a saját maga lustaságát, gyengeségeit, úgyhogy hihetetlen csapat ez, amikor ugye a futás elvileg ilyen módon egyéni sporták, de mégis olyan csapatszellem van, és úgy bátorítják és buzdítják egymást az emberek, hogy ez hihetetlen, tehát ezért érdemes futni. A 11 órás rajtot követően a mezőny egy darabig még együtt maradt, majd Kiki a saját tempójában igyekezett célba érni. Noha az egyéni idők eltértek egymástól, a résztvevők igazi csapatként összetartóan futottak. Mindenki össze tud hozni egy ilyen futóverseny, és ez a legfontosabb, az összetartozásunkat erősíti a sporton keresztül. Tehát ez egy olyan közös nyelv, amit mindannyi értünk, bírunk és gyakorlunk, és itt nincs ki milyen pártállású, ki milyen országba jött, hanem futunk és bátorítjuk egymást, hogy mindenki célba érjen. A Kapisztrán térre beérkező versenyzőket a Magyar Honvédség bemutatókkal, helyszíni toborzással, valamint fellépésekkel várta. A rendezvény ünnepélye zárásaként az érmeket dr. Eleki Zoltán ezredes adta át a díjazottaknak.